Még 2011-ben mondta a pályázati rendszert disznóolnak minősítő miniszterelnök, hogy a közösségi pénzek kezelése átláthatatlan, a rendszer körülményes, hatalmi pozíciókat erősítő, korrupt, embereket megalázó, és ő tesz arról, hogy mindez megváltozzon. Ehhez képest a választások után mintegy másfél évre leálltak az uniós programok, hiszen nyilván hadrendbe kellett állítani a nagy kapacitású pénzszivattyút, és ez természetesen belátható módon időigényes folyamat. Szinte minden hozzáértő narancssárga pedigrével nem rendelkező szakértőt eltávolítottak az NFÜ-ből. Kinevezték a Közgép Felügyelőbizottságának elnökét az NFÜ élére, majd csodák csodájára, miközben a teljes hazai építőipar leállt, a közgép mintegy 300 milliárdos megbízáshoz és támogatáshoz tudott hozzájutni. Az ellenzék és a kevés hozzáértő szakértők csoportja már akkor jelezte, hogy ez a másfél év, ez nagyon fog hiányozni, és nagyon-nagyon sokba fog kerülni nekünk ez majd a végén. Azóta Petykó Zoltán is távozott az NFÜ éléről, és ugye hónapokon keresztül még elnök sem volt a hivatal élén. Tavaly pedig, most már több mint egy éve létrejött a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság, amelyet Orbán Viktor személyesen vezet, és ez a kormánybizottság az, amely az uniós pénzekkel kapcsolatos minden fontos döntést meghoz. Tehát Orbán Viktor személyes vezetésével születnek meg, ugye most már több mint egy éve az uniós pénzek elosztását illető döntések. Lázár János 15-én azt jelentette be, hogy 5-600 milliárd forint szabad forrás van még, amit le kéne kötni, holott az NFÜ honlapjáról is felelhető kimutatások alapján még mintegy 1200-1500 milliárd forintnyi forrás sorsáról kellene dönteni, illetve le kéne ezeket szerződni. Hozzáteszem, hogy az ilyen nagyságrendű alapoknál általában ezeket a pénzeket túl kell szerződni, mert mindig vannak lemorzsolódó pályázatok, amik nem tudnak megvalósulni. Így tettük ezt az előző támogatási ciklusnál is, 10%-kal akkor túlszerződtük, és így sikerült majdnem 100%-ba, 99%-ba elkölteni a pénzeket. Itt az 1200 milliárd forint csak a 100%-hoz lenne elég. Hát valljuk be, hogy ez emberes feladat a hátralévő néhány hónapban. Hát emberes feladat lenne, hogyha ugye a pénz ott lenne. De a csányizással ügyesen elfedett nyilatkozatban, márhogy Lázár János nyilatkozatában nem a számok kozmetikázása vagy szépítése volt a legnagyobb botrány, hanem az a bejelentés, hogy a fejlesztési tervet alkotó 15 operatív programból 13-at befagyasztott Brüsszel. Jegyezzük meg, hogy a fennmaradó kettőből az egyik az NFÜ házi pénztára, amiből ugye a fizetéseket osztják az NFÜ-ben, a másik pedig a teljesen üresre futtatott gazdaságfejlesztési operatív program. Egy írásbeli kérdésemre már júniusban azt válaszolta a miniszterasszony, hogy sajnos innen semmilyen kifizetést nem tudnak eszközölni, mert már minden forrás elfogyott. Hát ugye ez, hogyha egy sport hasonlatot akarok hozni, ezt a teniszben úgy mondják, hogy 15 semmi. Hát nyilván a magyar fociban ezt hazai győzelemként apostrofálnák. A Magyar Szocialista Párt nevében ezért néhány kérdést szeretnék föltenni a minden állampolgárt megillető fejlesztési pénzeket koordináló Orbán Viktor miniszterelnökhöz. Először is. Meg szeretnénk tudni, hogy mióta tudják, hogy az Európai Bizottság kifogást emelt az operatív programok végrehajtása ellen, melyik ellen mikor? Második. Pontosan milyen kifogásokat emelt a bizottság? Harmadik. Van-e összefüggés a közgép példátlan közbeszerzési sikerszériájának az útfejlesztési programok felfüggesztésében? Illetve negyedik, hogy miért nem hozták nyilvánosságra a felfüggesztések tényét, hiszen ma már annyit tudunk, hogy ez nem egyszerre történt, hanem folyamatosan hónapok óta. Illetve egy nagyon érdekes nyilatkozat született, Csepregi Nándor, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkára a világgazdaságnak úgy nyilatkozott, hogy egy komplett iparág szerveződött arra, idézem, tehát hogy egy komplett iparág szerveződött arra, hogy üzlettel meglévő vagy meg nem lévő információkkal a pályázatírókat, tisztelet a kivételnek, ilyennek látom,
A korrupció melegágyát itt kell keresni, hiszen ők azok, akik a pályázók és a döntéshozók közé ékelődtek. Helyettes államtitkár úr nem kevesebbet állít, mint hogy pályázatírók megvehetik a döntéshozókat, és így tisztességtelen előnyhöz juttathattak pályázókat. Ezért kérdezem azt, hogy milyen ügyekben folyik nyomozás, történtek-e már a nyomozásban eredményre vezető lépések, született-e letartóztatás, vagy akár előzetes letartóztatás, piaci pletykákat hallani róla, hogy van ilyen, szeretném hallani a területet felügyelő miniszterelnöktől, hogy milyen nyomozások vannak és milyen eredményekre vezettek az ilyen korrupciós ügyekben. És végezetül azt szeretnénk megtudni, hogy akkor ki a felelős a mulasztásokért, és milyen szankciók várnak rá. És még utoljára annyit szeretnék hozzátenni, hogy szeretném figyelmeztetni a kormány virtuális igazság előállító és ellenséggyártó kommunikációs részlegét, hogy ne fárassza magát külön európai és belföldi fogyasztásra szánt verziók legyártásával, mivel ezeket a kérdéseket az Európai Bizottság illetékes főigazgatójának is föl fogjuk tenni, ezért kivételesen leírhatják az igazságot is.